pénzügyeinkről nem csak szárazon, grafikonok bemutatásával és adatok felsorolásával beszélhetünk. Erre bizonyíték az OTP Fáy András Alapítvány pénzügyi kultúrát fejlesztő tavaszi programsorozata. Vasárnap délután Jászberényben egy családi napra várták a téma iránt érdeklődőket, hétfő délelőtt pedig a jászsági felsőtagozatos általános iskolásokat hívták meg egy játékos, élménynyújtó ismeretszerző programra. Már kellő időben némi kis fejtágítás megtörténik a fiatalság részéről, hogy mi az, amire figyelni kell, akár a zsebpénzetekkel kapcsolatban, akár az utána következő időszakban esetleg némi túlköltekezéssel kapcsolatban, akkor azt minelőbb meg kell tenni, és nagyon jó, hogy vannak ilyen rendezvények. A résztvevőket köszöntő polgármester is rámutatott, hogy a rendezvény legfőbb célja, hogy játékos formában élményszerűen készítse fel a fiatalokat a pénzügyi tervezésre, a tudatos életút vezetésre. A szervezők az élménypedagógia módszereivel nyújtottak segítséget a gazdasági folyamatok megismeréséhez, gazdálkodási ismeretek bővítéséhez. A program megszervezését az ország piacvezető bankja támogatta. Mindenképpen ragadjátok meg ezt a napot, hiszen ez most itt van nektek, ez nektek szól. Ez egy nagyon, nagyon hasznos lehet a későbbiekben, és próbáljátok meg legalább egy gondolatot magatokkal vinni, hiszen hogyha legalább egyet magatokkal visztek, én azt gondolom, hogy ez a rendezvény sikeres lehet a számunkra. A Dél-Kelet-Magyarországi programsorozat részeként érkezett az Alapítvány és az OKI Oktatási Központ rendezvénye Jászberénybe. Az OTP Fáy András Alapítvány már több mint 25 éve foglalkozik a pénzügyi kultúra fejlesztésével Magyarországon. Az idei alkalommal immáron 5. rendezvénysorozatunkat valósítjuk meg az országban. Jelenleg ugye Dél-Kelet-Magyarországi régió 4 megyéjében, 6 nagyobb városban vagyunk rendezvénysorozatokkal. Ennek egyik állomása ugye Jászberény, ahol leginkább az általános iskola felsőtagozatos diákjait szeretnénk megszólítani, ugye a pénzügyi tudatosság fontosságával, a pénzügyi kultúra fejlesztésével. A gyerekek játékos gyakorlatokon vehettek részt, illetve játékos pénzügyi kvíz segítségével juthattak fontos, megszívelendő információkhoz. Spóroljam meg a pénzem! Pénzügyi tudatossággal kapcsolatos dolgokat tanultam meg. És miért fontos ez szerinted most már a megtanultak alapján? Hát a jövőmre vonatkozóan majd fontos lesz. Olyan információkkal gazdagodhattak tehát a diákok, amelyeket később mindennapjaikban is hasznosíthatnak. Mindezek mellett különböző játékokat is kipróbálhattak, amivel fejleszthették együttműködési képességüket, a logikus gondolkodást, ugyanakkor élményeket is gyűjtöttek. Ez lesz